Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves dunaszerdaiek! Elérkezett a 2021-es esztendő adventi időszakának negyedik vasárnapja, az aranyvasárnap, amikor is az adventi koszorún meggyújtjuk a negyedik, a szeretet gyertyáját. A hagyományok szerint a családfő feladata a negyedik gyertya meggyújtása. A végéhez közeledő 2021-es év tele volt küzdelemmel, félelemmel, kihívással, gyötrelemmel, bosszúsággal és számos megpróbáltatással, miközben az idei adventi időszakot is a küzdelem, a gyötrelem és a megpróbáltatás jellemezte az élet minden területén. Így vajmi kevés időnk és lehetőségünk maradt a lelki felkészülésre, amellyel várjuk Jézus Krisztus születésének megünneplését. Sajnos a járványhelyzetre való tekintettel Dunaszerdahelyi Város Önkormányzata ebben az évben sem tudta megrendezni a karácsonyi vásárt, amelyet városunk lakosainak többsége már nagyon várt. Sokan bíztak abban, hogy a városunk és járásunk lakosainak nagyszámú beadottságának köszönhetően lesz módjuk részt venni a hagyományos karácsonyi vásáron, amelyen vásárosok által kínált kézműves termékeken kívül lehetett volna forralt bort, vagy éppen forró puncsot vásárolni, a karácsony váró hangulatról, a helyi művészeken és előadókon kívül az óvodáskorú gyermekek és iskolások gondoskodtak volna. Ezt a közösség megtartó rendezvényt ugye nem tudtuk megrendezni, viszont a Városi Művelődési Központ előtti térrel kilátogatók megcsodálhatják a városunk óvodái által feldíszített konténeres karácsonyfákat. Ezeket a kis fenyőket a tavasz eljövetelével a városi zöld terület gondozásával foglalkozó városi cég munkatársai az egyes óvodák udvarára kiültetik. Az adventi időszakban az emberek elcsendesednek, nyitottabbá válnak a jóra, a szépre, a nemes cselekedetekre. Ezeken a hétköznapokon észreveszik azt is, ami más napokon a figyelmük átsiklik. Fogékonyabbak az embertársaikról való gondoskodásra, figyelemre, törődésre, segítségnyújtásra, és mindez egyszerűen azért, mert ilyenkor az emberek egy kicsit kizökkennek a mindennapok szürkeségéből, hiszen ők maguk is várják a szeretet ünnepét. Karácsony a keresztény világban Jézus Krisztus születésének az ünnepe. A földünk országaiban, ahol más vallása meghatározó, a karácsony az ajándékozásról szól. Mindkét alkalomnak a forrása a szeretet, hiszen a karácsony ünnepe is a szeretetről szól, és az ajándékozás is a szeretetből fakad. Azoknak adunk ajándékot, akiket szeretünk. A családtagok szeretetük jeléül ajándékozzák meg egymást, de a barátok és munkatársak, kollégák is kisebb ajándékokkal lepik meg egymást, tiszteletük kifejezése gyanánt. Boldogok lehetnek azok, akik a karácsony ünnepét a családi körben töltik. Ilyenkor azonban gondoljunk azokra a magányos embertársainkra is, akiknek nincs lehetőségük családi körben ünnepelni. Jó szívvel gondoljunk azokra is, akik a munkájuk vége kötelességből vannak távol családjuktól, akik éppen betegeket ápolnak, akik a biztonságunkról gondoskodnak, vagy éppen biztosítják otthonaink melegét. Engedjék meg, hogy a betegséggel küszködőknek mielőbbi felépülést kívánjak, mindnyájunknak pedig jó egészséget és áldott, békés, boldog karácsony ünnepeket. Thank you.
so, so nice.